Juhász Péter, az 5. kerület polgármesterjelöltjét köszöntöm, jó reggelt kívánok, örülök, hogy eljött hozzánk. Nincs rajta a saját listáján, vagy polgármester lesz, vagy semmi? Polgármester leszek. Vagy semmi? Polgármester leszek. Jó, oké, na tehát akkor így ez még sokáig el tudna tartani. Miért nincs rajta a saját pártjának a listáján? Mert polgármester leszek. Tényleg azért. Tehát, hogy nincsen kétségem a felől, hogy megverjük itt a Fideszt. Mindenki úgy állt hozzá, hogy ez egy nyerhetetlen körzet. Be fogjuk bizonyítani, hogy nem az, és ennek a határozottságnak a mutatója az, hogy nem kell rajta lenni a listán. Ott olyanok vannak, akik majd a kompenzációs listáról kerülnek fel, a Fidesz jelöltjei. Jó, illetve az, hogy ön egyébként, hogyha nem volna polgármester, akkor nem akarna a képviselőtestületnek a tagja lenni. Hát polgármesterként ez nem szükséges, az így is úgyis nem, a képviselőtestület tagja. Szóval miért nincs rajta a listáján ez a kérdés? De hát most mondtam el, mert polgármester leszek. De ez majd ugye, ez kiderül majd június 9-én este, hogy az lesz-e. Igen. Hogyha netán nem volna polgármester június 9-én, ez ki fog derülni. Ezt most mi vitázhatunk így a jövőre nézve előre, én nem is akarok vitatkozni egyébként erről, ki fog derülni. Akkor nem lesz önben hiányérzet, hogy nem ülhet bent az 5. kerületi képviselőtestületben? De úgy látom, hogy valamit nem ért, és úgy tűnik, hogy nem csak akarja megérteni. Én polgármester leszek, látom azt, hogy az 5. kerületben eljött a rendszerváltás ideje, elege van az ott élő embereknek, hogy az ő ingatlanjaikat mondjuk Tiborcéknak játsszák át, és újabb szállodák épülnek, ami a mostani nap botránya, hogy 500 milliárd forintért, zárójelben megjegyzem, ez annyi pénz, amennyit 10 év alatt költöttek a kórházak felújítására állami szinten, újabb szállodákat fognak építeni az 5. kerületben. Ezek a kormányzati épületek át fognak kerülni ugye különböző más kerületekbe, felszabadul ismét 4 óriási ingatlan, nyilván át fogják játszani Tiborcnak, Garancsinak, hogy eddig is csinálták, nem kell szálloda oda, nem kell további luxus ingatlan, ezért egy másik polgármesterre van szükség, aki az ott élők érdekében ezt jár el. Jön, és majd az választópolgárok elmondják, és június 9-én este megtudjuk. Így van. Na jó, a Tiborc adó az mit jelentene? Ezt mi már egyszer hallottuk, már volt kampánytéma, ebből lett egy Margit-sziget, és igazából érdemi bevétel az állam részéről, nem? És nem látom azt egyébként, hogy Tiborc István az nagyon megért volna. Igen, hát mert nagyon fontos leszögezni, hogy nem állami adóról van szó, ugye ezért az államnak most sem lesz bevétele, az 5. kerületieknek lesz bevétele ebből. A Tiborc adó az arról szól, hogy nem ugyanannyit fizet valaki, hogyha négyzetméter arányosan fizet ingatlan adót, magyarul egy közért, amelyik a kenyeret adja nekünk, az nem hiszem, hogy ugyanannyit kell adóznia, mint mondjuk egy Tiborcnak, Garancsinak átjátszott luxus ingatlan értéke után kell, hogy adózzon egy szálloda után egy tulajdonos. Mert Tiborc adó az azért... alapon megy, hanem csak négyzetméter alapon megy? Most igen, tehát a legtöbb helyen így megy, a Tiborc adó az pont arra, hogy érték alapon megyen. Ez egy nagyon sikeres dolog, ellentétben azzal, amit próbál sugalni, hogy nem jött be. Azért van egy helyen, mert a főváros vezette ezt be, és a fővárosnak egy helyen, a Margit-szigeten van ilyen szállodája, mert úgy értem olyan területe, amin szálloda van, ahol ezt bevezetette. Az 5. kerület tele van ezeknek a neroligarcháknak a szállodáival, ott nagyon sok olyan szálloda van, amire ezt ki lehet vetni. Ezzel azokat a korrupt módon eladott ingatlanok értékét vissza lehet csatornázni az 5. kerülethez, tehát ez egyfajta elszámoltatás, ami azt hiszem, hogy jár az 5. kerületieknek. Nincs kétség afelől, hogy bármilyen formában, kormányzati döntéssel is felül lehet írni. Ebben nincs kétség, de hát azért, hogy mondjam, hiszünk abban, hogy van valamiféle jogállam, és el lehet járni jogszerűen, én ebben tudok gondolkodni. De ez megint alátámasztja azt, amit az előbb kérdezett, hogy pontosan ezért van szükség rendszerváltásra. Az emberek azért szeretik a kiszámíthatóságot, szeretik, hogy az ő érdekükben járnak el, szeretik, hogyha a vagyonukat nem magánkezekbe folyatják át, hanem megmaradott náluk. Milyen erős ez a politikai konszenzus, amely az önt támogatók körében kimutatható? Hát én azt gondolom, hogy teljes körű. Gyakorlatilag minden párt engem támogat, amelyik az ellenzéki oldalon van. Ugye 7 darab párt van mögöttem. A Tisza párt stratégiát teljesen értem, ők senkit nem támogatnak, aki részt vett az elmúlt 15 év ellenzéki munkájában, elfogadom. A Kétfarú Kutyapárt pedig ugye nem szeretett volna se olyan kampányt folytatni, csak hogy korrekt legyek, hogy fényképezkednek másokkal az emberek, mármint az embereik, se nem szeretett volna logókat mások mellé tenni, de azt hiszem, hogy nagyon fontos és jelentős üzenet, hogy első és egyetlen voltam, akit külsősként, jelöltként neveztek meg első körben. Amikor látták, hogy jönnek más pártok, akkor mondták, hogy egyet visszalépnek. Ezzel nekem nincsen gondom, teljes konszenzusom, mind a jelöltek szintjén, mind a támogatottság szintjén az irányomban. A
és most elmondta, hogy kik és miért nem támogatják még. A Tiszapárt egyébként éppenséggel legalábbis a mérések szerint eléggé rendesen megbírja borítani azokat a korábbi várakozásokat, amelyek az ő megjelenése előtt voltak Budapesten. Világos, de azt tudja, hogy nem pártok szavaznak, hanem választók. Én azt gondolom, hogy a Tiszapárt választói, szavazói, szimpatizánsai azok pontosan értik, hogy az, amit Magyar Péter képvisel, az gyakorlatilag egy-egyben azonos azzal, amit én képviseltem az elmúlt 15 évben. Tehát hogy én ezt nem így élem meg, hogy nem támogatnak, hanem senkit nem támogatnak, nem engem nem támogatnak. Én azt remélem, hogy mindenkit támogatnak egyébként a választóik, aki Rogán, Orbán és a rendszer ellen küzd. Beszéltek Magyar Péterre, hogyha jól tudom, volt erre vonatkozó kezdeményezés legalábbis, vagy szám? Hát még a legelső megjelenésekor mondtam, hogy konkrétumokat várunk tőle, ki is rakott konkrétumot, hát ez még bőven az előtt volt, hogy kirakta a Varga Juditot lebuktató beszélgetést. A minapön egy olyan videóval jelentkezett, hogy ereszti a vizet sokáig, és akkor, hogy hány percig kell ereszteni ahhoz, hogy ne legyen ólomszennyezett a víz. Mi köze van ehhez az önkormányzatnak? Hát, hogy önkormányzati épületekben élnek emberek adott esetben, vagy hogy a magáningatlanoknak is azért mégis egy önkormányzati területen van ott, tehát egy önkormányzatnak az úgy igenis kötelessége, felelőssége felhívni arra a figyelmet, hogyha tudja, hogy a kerületben folyó víz, ami a csapból folyik, az ólommal szennyezett, akkor erről tájékoztatja a lakosságot. A főváros kicserélte a fővezetékeket, tehát Budapesten tényleg nincs pont ezt mondja a Szentgyörgyi polgármester, hogy ez a fővárosi vízművekhez tartozik. A fővezeték. Ez egy hazugság, amit ő állít. A fővezeték az a fővároshoz tartozik, ott hihetetlen jó víz folyik, erre szerintem mindannyian büszkék vagyunk, akik Magyarországon élünk, hogy nagyon jó a vízkészletünk egyébként, de a fővárosban különösen jó az ivóvíz, egészen addig, amíg el nem ér a 100 éves ház csővezetékéig, ami viszont már nem a főváros dolga, hanem a tulajdonosok dolga. Van rengeteg önkormányzati ingatlan, ne felejtsük el a bölcsödéket, óvodákat, iskolákat, egészségügyi intézményeket, idősekkel foglalkozó intézményeket, ahol a tulajdonos is adott esetben az önkormányzat, kutya kötelessége lenne, ha nem is cserélik ki a csöveket, legalább felhívni a figyelmet arra, és erről szólt ez a videó, hogy úgy lehet az ólomszennyezettséget csökkenteni, hogyha sokáig folyatja valaki előtte a vizet. Az én ajánlatom az ott élőknek, hogy pályázatokat fogunk írni a vezetékek cseréjére, támogatottat, tehát hogy legyen lehetőség az ott élőknek mondjuk egy vegyes tulajdonú házban is kicserélni a vezetéket, de addig is, miután mindenkinek ingyenesen biztosítjuk a bemérést, hogy mennyire szennyezett ólommal a víz, van ahol 8-szoros, 9-szerese az egészségügyi határértéknek, oda pedig adunk víztisztító berendezést minden lakásba egyet, hogy legalább legyen egy konyhai csap, ahonnan az ivóvizet, a főzéshez használt vizet úgy folyathatja ki az ember, hogy nem lesz tele ólommal. Ugye a részletes vízminőségvizsgálatokra hivatkozik Szentgyörgyvölgyi Péter, azt mondja, hogy ez alapján az 5. kerületben elérhető víznek a minősége az kiváló, amit meg ön állított, az meg a közveszéllyel fenyegetésnek a határát súrolja, ő is egy picit elkent ezt, tehát nem lett egy ilyen direkt frontális mondat belőle, de azért egy olyan, ami kampányban használható olyan lett. Igen, mármint ő ezt mondja, igen, hogy elkeni. Hát nyilván, mert ugye tudja pontosan, hogy minden pert megnyertem, amikor ilyen hazugságokkal vádoltak, semmi közveszéllyel fenyegetés nincsen benne, ezek a konkrét számok az 5. kerületben beadott mérési eredmények, ki van a Facebook oldalamon, több ilyen eredmény, fél tucatnyi legalább, amit lakók küldtek be, mindegyikben legalább 3-szoros az egészségügyi határértéknél az ólomtartalommal való telítettség, van ahol 6-szoros, 8-szoros, pontosan tudja Szentgyörgyi Péter, és bárki rámehet, ezek nem az én számaim, hanem a Népegészségügyi Intézet csinált egy kutatást még 2020-ban EU-s finanszírozásból, EU-s támogatásból, annak a számai 2700 mintát küldtek be emberek a csapból, ennek az eredménye ez. Szentgyörgyi Péter pontosan tudja, hogy azért nem mondhat mást, mert Rogán irányítása alatt áll, kormányzattal szemben nem mehet. A kormányzat olyan megszorításokat hozott Budapesten, hogy ellehetetlenül ezeknek a támogatásoknak a folyósítása a lakók felé. Szentgyörgyi Péter inkább almátozt, és ne beszéljünk erről a témáról, és hazugsággal vádol engem, ahelyett, hogy a lakók egészségével foglalkozna. A kormánypárti sajtó az ön cégeivel összefüggésben adótartozásokról beszélt, 11 vagyoni lefoglalás az egyik cégével szemben, az egyik ilyen a 11-ből az egy néhány héttel ezelőtt éppenséggel hatályosult is, írják ők, illetve az, hogy 260 millió forintnyi különböző adományokból befolyt összegekkel gazdálkodtak a cégei, amiket úgy fogalmaznak, hogy azokat videókra és egyéb dolgokra költött el, aztán a másik oldalon meg mégis lefoglalások vannak, tegyük tisztába.
Igen, és ezzel most elmondta az elején az állítás alapját, a kormányzati propaganda médium állítja ezt hazudnak. De nem, de ez a közhiteles cégnyilvántartásból hozzáférhető adatokra hivatkoznak. Volt tehát behajtásom, de ez egy másfél hónappal az RTL-nek már elmeséltük, átküldtem neki a papírt, ez egy parkolási bírságból befolyó behajtás volt, 23 ezer forint, átküldtem a csekkszelvényt is erről a dologról, minden más hazugság, pontosan azért terjesztik ezeket, nőverősen vagyok, biztos tudja, Portiknak sem dolgoztam, Nem, most ez a legutóbbi dolgokat ezeket. Értem, ami egyébként 8 év, azok voltak legutóbbi dolgok, ezeket 8 év múlva fogom tudni bebizonyítani bíróság, hogy a perelek, ezekért nem hiszem, hogy perelek, az emberek pontosan tudják, hogy nem a kormányzati propagandából kell tájékozódni, önnek is javaslom, hogy ne onnan tájékozódjon. Juhász Péter, az 5. kerület polgármester jelöltje, köszönöm. Köszönöm én is.